Sziasztok! Ez a Paddock Podcast legfrissebb epizódja, amiben még mindig a Forma 1-ben dolgozó magyarokkal beszélgetünk, ők pedig megmutatják nekünk ezt a sportot belülről, egy kicsit más nézőpontból. A mai vendégem megteheti azt, hogy válogat a Forma 1-es csapatok ajánlatai között. Jánvári Zsolttal fogok beszélgetni, akinek jelenleg nincs aláírt szerződése, hála Istennek, ugyanis most tudok kérdezni tőle olyan dolgokat, amit egyébként nem árulhatna el. Kisvárdán született, Nyíregyházán végezte el az autóvillamossági szakot, majd amikor megkapta a szakképesítését, akkor szerelőként fogta, és elkezdett azonnal az autóversenyzés világában dolgozni, innen lépkedett egyre feljebb, majd elért a Forma 1-hez, a Williams dolgozott, a Haasnál dolgozott. Olyan csapatemberről beszélünk, akit nagyon-nagyon megbecsül a Forma 1 világa, nagyon-nagyon szeretik a csapattársaik. Mindig jókedvű Zsolt, mindig jókat beszélgettem vele. Nagyon régóta szerettem volna ezt egy mikrofon előtt is megtenni. Ez következik most. Hosszú lesz, de megéri végig hallgatni. Van olyan pillanat, amikor felkelsz otthon, és így még mindig elámulsz, hogy úristen, a Forma 1-ben dolgozom, és hogy a Forma 1-ben egy megbecsült ember vagyok? Van. Néha még mindig van. Most jelenleg nincsen, mert most kis szünet van, de egyébként sokszor van az, hogy pláne nehéz futamok után, mikor jut egy kis alvás kedden, mikor úgy hazamész, és akkor a szerdán mielőtt bemész a gyárba, a kedden úgy, hogy ó, és megint egy megfáradtság, meg 15 óra, 16 óra, meg a repülés, meg a jetlag, és akkor úgy ülsz, tudod, kavargatod a kávédot, és akkor bevillan, hogy de hát, úristen, de hát, hogy de mit csinálunk? Tehát ez a varázs nem múlik el. Sose. Ezt szerintem enélkül nem lehet. Ez nem múlik el, mert különben ott hagyná mindenki. Nézd, azt mondják a Forma 1-re, mikor kezded, hogy egy évet biztosan meg fogsz csinálni. Ha nagyon kitartó vagy, 3 évet, de hogyha tényleg szereted, akkor minimum 10 év. Uh-huh. És általában ez beszokott jönni. Tehát ez a 3 fajta ember van, hogy aki odajön, 1 évet megcsinál és elmenekül. Aki odajön, nagyon szeretné, ezért küzd, 3 évet kibír, aztán ott hagyja a francba. Meg aki tényleg ebbe van, az felveszi. Ez egy életforma, ez nem munka. Ez egy életforma gyakorlatilag, és szerintem ez így is van. Tudatosan mindig ide akartál menni? Célod volt már gyerekkorod, vagy tinikorodtól, hogy akkor a Forma 1 a végcél? Nem volt gyerekkoromban abszolút célom. Én elég későn kerültem be a motorsportba, 20-21 évesen. A konkrét cél elhatározás az 2010. szeptember 8-a körül fogalmazódott be, hogy na akkor majd én. Miért tudod, hogy szeptember 8? Miért emlékszel ennyire? Mert másnap fölmondtam a munkahelyemen. Ami mi volt egyébként? Ez egy itthoni versenycsapat. Itthoni csapatnál, aha. Igen, és ugye ott megkaptam a vicces beszólást, hogy ne vedd ennyire komolyan, ez nem a Forma 1. Ó, ja. És ez kellett, hogy... Na majd akkor. Ha ez nem az, akkor majd átmegyek oda. Igen, és akkor, hogy na majd én megmutatom. De egyébként érdekelt, mint motorsportot szerető ember, persze az mindig érdekelt. Csak én ugye abba hagytam, mikor Hakkinen abba hagyta. Ő volt az abszolút. És egyszer soha nem adta ki neki, pedig szerintem ő nagyon, nagyon tehetséges volt, csak valami mindig közbe jött. Hát azért végül gurított két világbajnoki címmel. Gurított persze, de mikor ő kiszállt, akkor én is úgy abba hagytam. Aztán nem is foglalkoztam rá nagyon sokáig. Persze úgy félszemben mindig követtem, de úgy komolyabban nem foglalkoztam vele. Meg ugye hát nem volt rá időm, más versenyszakágokban dolgoztam, ugye terepralli, amit imádtam a mai napig, egy óriási szerelmem, tehát hogyha a párom is tudja, hogy a Dakar van, akkor Zsoltit elvesztettük. Ugyanez igaz a Le Mansra, úgyhogy ő olyankor tudja, hogy neked nem létezik más. Pontosan te mit csinálsz egy Forma 1-es autónál? Ezt mondjuk el a hallgatóknak? Hát sokféleképpen nevezik. Igazából én az elektromos rendszereket. Tehát ezt nevezik elektromos technikusnak, system technician-nek. A pontos titulus a legutóbb a system technician volt, ami ugyanúgy az elektromos része, csak egy kicsit a programozás, a konfiguráció, a beállítások, tehát az is hozzám tartozott. De egyébként ezt úgy kell elképzelni, hogy az akkumulátoron kívül, mert ugye azt kapjuk, azon kívül minden, ami elektromos. Tehát ez az IT rendszer, a garázsnak az IT vezetékelése,
mert ugye nagyon komoly IT van az autók mögött, egyébként sokan el se hindék, hogy mennyire komoly IT, tehát hálózati rendszerek vannak, ugye az autó nem csak hozzánk beszél, hanem az FIA-hoz is, tehát párhuzamosan, ugye a csalások kiszúrása véget, azt mind-mind-mind megtervezni, megépíteni, legyártani, vagy legyártatni, hogyha nincs rá kapacitás, azt összerakni a versenyek előtt, azt összepakolni a versenyek után, ugye rengeteg tesztet le kell futtatni, hogy mire oda kerülünk biztosan menjen, hogy ne legyen az, mint a tavalyi magyar nagydíjon. Hát ott azért lefőttem, mint a kávé. Ott, mi történt? A szabad edzést azt úgy hoztam, hogy gyakorlatilag az autó mellett ültem a földön egy laptoppal, mert valaki valahol megbotlott egy kábelban, és nem szólt. És ahogy megbotlott, ez a szabad edzés előtt egy 20 perccel történt. Egy hálózati kábel kilazult valahol, kijött, és egyszerűen megszűnt az összekötetés az autóhoz. Nem egy volt, sima nem ilyen UTP-kábelre gondoljunk? Egy sima UTP-kábelre kell gondolni. Valaki belerugott valahol egy izébe, és ez nem szólt, hogy valami. Nem is gondolt, tehát nem látta, gondolom, vagy sietett, és megszűnt a telemetria. Jézus, és ugye nem lehet úgy az autót kiengedni, hogy az Earth mérnök nem okézza le, hogy safe mehet. Beszélünk magyarul, tehát hogy a földelés... Az a földelés, az Earth mérnek, vagy? Igen, tehát ő csak úgy engedett ki az autót, hogyha megbizonyosodott arról, hogy a rendszer biztonságos. Uh-huh. És ugye telemetria nélkül ő ezt nem látja. Igen, és a biztonságos alatt azt értjük, hogy nem csapja agyon az áram a versenyzőt. Hogy nincs meg a... Igen, hogy nem... Ugye az a baj, hogyha nem tudod azt mondani, hogy biztonságos, akkor automatikusan nem biztonságos. Tehát erre egy nagyon komoly protokoll van. Ha nem tudod azt mondani, hogy jó, akkor automatikusan nem jó. Szakmai rész, és a lényeg az, hogy gyakorlatilag az indulás előtt 20 perccel kiderült, és tehát az egy brutális. És ilyenkor mit tudsz csinálni? Elkezded nézegetni a boxot belülről? Keresed a csatlakozásokat? Hát akkor kiirángatod a létrákat, ugye kiabálsz a srácoknak hátra, hogy azonnal hozzátok a létrákat, akkor fölmászol oda, az autó felett van ez a tálca, ugye nekünk azt nem látszik, mert az úgy van megcsinálva, de a fölött van minden bezsúfolva. Tehát a fölött rengeteg számítógép abban a tálcában, az tele van. És akkor ugye gyorsan átnézed, hogy mi van, és ugye közben azért megy a fejedbe, hogy idő, mert ugye indulni kell. Tehát a pályaidőt azt nagyon szigorúan veszik. Tehát hogyha én nem tudom az autót tehát elindítani időben, itt 10 másodperces kérdésekért már jönnek a session után, hogy mi volt. Hogy ugye annyira, mert nincs tesztelési lehetőség. És ezért a pályaidő nagyon fontos. Tehát amikor mi látjuk a közvetítésben, hogy oda ugrik az egészre az óra, az neked is szentírás. Megmutathatom, mert itt van egyébként a laptopom, tehát azt a checklistet, ami nekem van, tehát nem órára, tehát másodpercre, hogy mikor, minek kell ott lennie. És ez egy ilyen négy oldal. Egy autóindítás. Mire eljutok oda, hogy az autó elhagyja a garázst, az egy ilyen négy oldalas checklista. Azt a mindenét. És akkor ilyenkor ugye nekiállsz, de ugyanakkor pörög a fejedben a B-terv, mert hogyha nem tudod megjavítani, tehát nem állhatok neki ott most, mert nem tudom azt mondani. Ugye rögtön jön a füledre a rádión, hogy oké, látjuk, hogy gond van, mennyi idő. És akkor mondod, hogy adjatok 10 percet, és akkor, hogyha nem, akkor B-terv. És akkor mi a B-terv? És mondom, hogy szóljatok a trakiknak, tehát a garázs technikusoknak, hogy ássák elő azt a rendszert, amit egyébként a griden, a rajtrácson használunk. Az miben különbözik a... Hát az teljesen, tehát az egy teljesen automatikus, illetve nem automatikus, az nem... az máshogy működik. Tehát azon keresztül én látom a telemetriát, meg azon keresztül látja a garázsmérnök, mert gyakorlatilag a garázsban bekapcsolom a telemetriát, a rádiós telemetriát, mert egyébként az csak akkor kapcsol be, mikor a motor elindul. Tehát mikor a pilóta bekapcsolja, ugye három pozícióban, off, P1, P2. Tehát a P1 az olyan, mint a normál autókon a gyújtás, a P2 pedig, mint hogyha a normál autókon, mikor beindítod a motort, csak ugye itt nem indító motor van, hanem. És ugye az csak akkor indul be, hogyha jár a motor. De nem járhatod a garázsban, mert egy disztiltva van, mert hangos, meg amúgy sem akarod, és ezért azt a rendszert használjuk, ami a griden van, és gyakorlatilag ezt a rádiós telemetriát el tudom indítani, de ahhoz nekem be kell csatlakoznom az autóhoz külön manuálisan, és ezért odaültem az autóval, és akkor volt egy szép pedig, és mindig, mikor bejöttek, hogy akkor bedugtam telemetria, közben persze a kollégák nézték végig a rendszert, hogy hol a probléma. És állítanak meg is találták, úgyhogy nem kellett egész napot bohózkodnom, mert azért az úgy nagyon macerás, mert ugye távol vagy azt, tehát nekem három képernyőm van
a munkaállomásomon, és akkor egyen a mérnökökkel kommunikálok, kettőn a telemetria. És ugye így meg egy darab laptoppal ezt nem tudom megoldani. És akkor, amikor azt láttad, hogy gyakorlatilag fekete, tehát hogy nem történik semmi, nem nincs kapcsolat, akkor ezzel a B rendszerrel meg tudtad találni, hogy a rendszerben hol van az a csatlakozás, ami nem működik? Azzal nem, de viszont tudok az autóval kommunikálni. Tehát én is tudok adni telemetriát a mérnököknek, így az ERSZ mérnök tudja azt mondani, hogy oké, látom a rendszer, biztonságos mert. Ja, értem. Tehát itt nem a probléma megoldása volt a legfontosabb, hanem az, hogy az autó jogilag kimehessen a pályára. Igen. Azt, amikor kiment a garázsból, akkor mindenkinek jó. Ugrott, és az utolsó takarító is azt nézte, hogy hol van a kábel legond. Uh-huh. Meg is találták egyébként nagyon hamar. Visszadugták. Visszadugták. Oké. Ez ennyire kemény, nem? Hogy tényleg, mint amikor a takarítónő egy kicsit itt a... Ez tipikusan az a szituáció. Kihúzta a kábelt, és úristen, megállt a világ. Mi történt? Jaj, elnézést, és vissza. Hát és ezért egy ilyen szitúban azért így fogyszárom ki volt. Hát elhiszem. Elhiszem. Tehát azért van róla fénykép, mert persze rögtön megtalál a csapatfotós, és mondtam, hogy ezt soha senkinek nem mutathatod meg. Mert? Hát látszik az arcodon, hogy nem vagy boldog. Folyik rajtad a víz. Némi feszültség van. Igen, tehát két szemmel próbálsz hat irányba nézni, és ugye öten beszél, és egyszer látszik rajta, hogy ugye beszélnek a füledre, beszél a mérnök a füledre, kéri az adatot, beszél a chief technician, hogy mi van, hogy mondjál valamit, mit nézzünk, mit keressünk, hol lehet a hiba, beszél ugye az FIA-tól is az ember, mert hogy ők is látják, hogy a helyi hálózaton nem megy az adatkommunikáció, hogy miért csak a telemetriát látjuk, miért nincsen vezetékes. Ez mindkét autó volt? Ez egy. Melyik? Ez a George autója. Én általában a George autóján voltam. Aha. Így kialakul egyébként, nincs megszabva, így kialakul. Tehát mi azért igyekeztünk mindig vegyesen, hogy ne legyen az, hogy preferencia van, ezért próbáljuk mindig mozgatni az embereket. Uh-huh. De hogy azért van, aki kimondottan kéri. Tehát hogyha az a srác volt a George-nak a number one-ja, akkor ő mindig mondta, hogy ha lehet, akkor a Zsoltit. Aha. És ilyenkor opció az, hogy azt mondod, hogy szóljatok George-nak, hogy kapcsolja át ezt meg ezt, vagy nézze meg ezt meg ezt? Vagy a pilóta ilyenkor szent van, és nagyon sérthetetlen? El sem képzelnétek, hogy mennyi opció van. Tehát ugye, hogy látja az ember, hogy hány gomb van azon a kormányon, na de attól függetlenül ott még van neki bemagolva egy ilyen jó sok oldalas lista, ilyen, mikor azt hallod a rádióban, driver default, akkor, ha azt mondják, hogy driver default 106, akkor ő beüti a 106-os kódot, ugye plusz-minusz gombokkal, oké gombokkal, az okéval tízeseket lapoz, a plusz-minusszal egyeseket, és akkor a 106-os kódot beüti, ami mondjuk deaktiválja az autó magasságmérő lézereit. Aha. Hogyha azokkal gond van, és mondjuk az okoz egy zárlatot, ugye akkor a rendszer az megvédi magát, és lekapcsol, de ugye azzal lekapcsol más szenzorokat is. Viszont ezekkel a kódokkal őt, ugye én nem nyúlhatok bele távról az autóról, mert az tiltva van, de ő, ha beüti ezt a kódot, akkor a rendszer úgy van fölprogramozva, hogy akkor az kikapcsolja a lézerének az áramellátását, és hogyha ott valami zárlat van, akkor ugye a rendszer tud üzemelni tovább, nem fog lekapcsolni, hogy zárlat van, nem akarom, hogy kigyulladjon az autó. Hanem az akkor, az a kimenet, akkor az megszűnik. És egy millió. Tehát ezt ők mind fejből kell tudniuk. Tehát, hogy mennyit kell megtanulni? Nekem kell tudni, mondom neked neki a tudni, számot. És ő meg a számot tudja. Tudja azt, hogyha neki azt mondják, hogy driver default 106, akkor driver default billentyű, és akkor a plusz-minusz izével kiválasztja a 106-os izét, és akkor ez van 33-tól 840-ig. És ebben gondolom van egy csomó, ami kicsit meghajlítja a szabályokat. Nincs. Nincs még videófelvétel. Nincs, meghajlított. Figyelj, nagyon sokat szoktam röhögni, mikor azt mondjuk, mert csalás, és ez nem, Forma 1-ben nem csalnak. Régen csaltak, ma már nem. Régen is azért jellemzően az csalt, aki pénzt akart csinálni gyorsan. De akkor mit csinált a Ferrari 3 évvel ezzel? Ezt mindig mindenkinek elmondom, hogy nagyon egyszerű oka van annak, hogy nem hozta az FIA nyilvánosságra, hogy mi volt a történet. Mert hogyha nyilvánosságra hozták volna, az egész világ rajtuk röhögött volna. Mert? Egész egyszerűen az történt, és nem vagyok benne biztos, hogy a számokat jól fogom visszamondani, mert 3 évvel ezelőtti számok. Az egész sztori arról szólt, hogy a Ferrari-nak az üzemanyagrendszere úgy volt megoldva, hogy azt mondja a szabályzat, hogy az üzemanyag átfolyás mérő utáni üzemanyagrendszer, tehát csövek, befecskendezők, mindennek az össztérfogata 720 köbcentiméter lehet. Vagy 440, nem emlékszem már pontosan. És a Ferrari megépítette. És kvázi
mert a szabály engedi, hogy ekkora legyen, és ekkorára csinálták, és a szabály azt mondja ki, hogy az átfolyás mérőn átjövő üzemanyag mennyisége limitálva van. Tehát nem, hogyha annál több jön át rajta, akkor az szabálytalan. De azt nem mondja ki a szabály, hogy az átfolyás mérőn átjövő üzemanyagot az átfolyás mérő után te nem gyűjtheted össze egy puffer tartályba. És a Ferrari kvázi azt csinálta, hogy megcsinálták a lehető legnagyobbra az üzemanyagrendszert az átfolyás mérő után, és az átfolyás mérőn állandóan jöhet az üzemanyag, nem csak akkor, mikor a gáz nyomja, és mikor nem kellett annyi üzemanyag, akkor azt összegyűjtötték ott a rendszerben. És azt tudták utána nagyobb mennyiségben adagolni? Kellett, akkor több üzemanyagot tudsz adni, és ugye több üzemanyag, az több lóerő, nagyobb gyorsulás, és ugye az volt az, azzal, hát nem akartam csúnyát mondani, azzal szivatták meg a Ferrarit, hogy az FIA azt mondta, hogy rájöttek, hogy ez így működik, de nem rájöttek, mert nem is titkolta a Ferrari, hát mondta, hogy itt van, nézzétek meg, hát szabályos. Mert szabályos. Hát persze. És 5 éve így fejlesztették a motort, hogy ez a puffer tartály az nekik ott van. És ugye azt azért tudni kell, hogy azért a csapatok azért egyeztetnek az FIA, amikor csinálnak valamit, azért kijönnek az FIA szakemberek, és gyerekek, nézzétek már meg, hogy jó lesz ez így, és mondja, ja, persze. És a Ferrari nem titkolózott, mikor mondta, hogy itt van, nézzétek meg, hát szabályos. És annyit csináltak, ugye, hogy azért nem volt kimondva, hogy ne legyen botrány, meg hogy, mert ez tényleg hülyén volt megírva a szabály, hogy gyakorlatilag limitálták 220 köbcentiméterre az üzemanyag. Várjál, lehet, hogy hülyeséget mondok, köbcentiméter? Igen, köbcentiméter. Az üzemanyag rendszernek a térfogatát az átfolyás mérő után. Uh-huh. És kvázi a Ferrari-tól bum, így elvettek 80-100 lóerőt. Uh-huh. Azért pörögtek szerencsétlenek össze-vissza, mert hogyha nincs teljesítményed, az, hogy a sebességed meglegyen, az kompenzálni kell. Tehát akkor a leszorító erőt csökkenteni kell. Ha a leszorító erőt csökkented, hogy legyen sebességed, akkor viszont nehéz az autódat vezetni, mert törögtek is szerencsétlenek, megállás nélkül, mindenki látta. Tehát nincs csalás. Uh-huh. Vannak szürke. Rugalmas értelmezése van a szabályoknak. Rugalmas, mert nagyon sok komoly szakember nagyon sokáig olvasgatja ezeket a szabályokat, mire kiviszik azt a technikát az autóra. Uh-huh. Hogy biztos, hogy ha valaki megúvja, akkor ne legyen az, mert gondolj bele, a mai modern F1-ben azt az arcvesztést, hogy te csaltál, azt egy mai csapat azt nem éli túl, abban belehal. Uh-huh. Tehát, hogyha a te szponzoraidra ráverik azt a bélyeget, hogy csaltatok, ott azonnal minden támogatás, minden pénz meg fog szűnni. Uh-huh. Azonnal. És ugye ma már annyira drága a Forma 1, hogy szponzori pénz nélkül nem. De egy autógyár meg aztán pláne nem fogja belevállalni. Milyen érdekes, hogy mégis mennyire sűrűn felmerül ez, nem? Tehát, hogyha valaki gyorsabb valakinél, csalnak. Ugye csak a tavalyi év. Hát amikor a végén Lewis Hamilton gyorsabb volt, és a brazil versenyen úgy ugrálta át az autókat, mint hogyha ugróiskolázna, akkor egyszerűen elkezdték az emberek mondani, hogy nyilván csalnak. Nem csalnak. Hát, tudom, hogy nem csalnak, van csak, az hogy, autóban, csak hogy ez lett feleslegesen, senki nem fogja megmutatni, hogy mire képes. Uh-huh. Amikor kell, akkor majd... Tehát nézd, a Mercedes 5 évvel a mezény előtt jár a motorfejlesztésben. Most is? Most is. Szerinted az új generációs Igen. motorral is? Igen. Jézus, már ne ijeszt meg ennyire. Nem ijesztelek, mert viszont a Red Bullnak van a legjobb autója. Uh-huh. A legjobb motor a Mercedes, abban biztos vagyok. Uh-huh. A legjobb autó a Red Bull. Egyébként a Ferrari-tól nagyon várok. Ugye ők most azért már megtalálták azt az elveszett motor teljesítményt, mert azért szenvedtek vele 2 évet, mert évekig abba az irányba fejleszted az autódat, hogy van egy ilyen puffer tartályos lehetőséged, majd ezt hirtelen kiveszik, uh-huh. ami egyébként szerintem annyira nem volt fair, uh-huh. mert ezt valahogy máshogy kellett volna megoldani. De ennek is betudható volt utána a mély repülés? Persze, hát egyértelmű, hát nézd, 10% teljesítményvesztés a Forma 1-ben, az... Az halál. Érted? Uh-huh. Tehát amikor a dobogóról leész a 15. helyre versenyezni, az... Persze, igen. Így utólag, ahogy elmondod, hogy ez hogy nézett ki a gyakorlatban, tényleg. Így utólag már annyira össze tudjuk kötni a pontokat, hát hogy elveszik tőlük, fundamentálisan megváltozott az autó. Emlékezzél rá, a hasszal vertük a Red Bullt. Tehát a negyedik, a dobogós helyekért harcoltunk a hasszal. Igen. Ami egyébként tök jó autó, meg egyébként az utána való szezonban is jó volt az autó, csak nem volt motorerő, nem lehetett leszorító erőt generálni, mert akkor nem, akkor lassú volt-e. Uh-huh. El kellett venni a leszorító erőből, és azt már nem lehet vezetni az autót, mert csúszik. És akkor gyakorlatilag a Haas mély repülése is ide vezethető vissza. Meg az Alfái, mindenki, aki Ferrari motorra ment.
Egyébként ezekről nem beszélhetnék, igen. Csak ugye most van egy kis szünet a munkában. Most ezt akarom mondani, hogy azért vagy itt, mert most nincs éppen aláírva semmilyen titoktartás. Azért tudtad, hogy mikor kell hívni. Elképesztő, mert hogy utólag ez senkiben nem merül fel, csak ugye azon röhög mindenki, hogy jó, milyen pocsék a ház, ó, mit szenved az alfa, és közben mindenkit megüt ez a szabály, hát nem szabály, ez a változtatás a Ferrari motorban. Persze, tehát ezt kifelé nem kommunikáljuk. Persze. Tehát persze. Nem mondhatod azt a, nem nyilatkozhatod le, hogy hát azért vagyunk rosszak, mert hát... Mert a rugalmas motorunk lebukott. Vagy valami, meg ugye nem mondhatod azt, mert a szponzor nem azt várja tőled, hogy te beismerd a hibáidat. Hát az üzleti világban ez így van. Meg persze. Kell oldani, nem de nem fogjuk gyenge. Soha azt mondani, hogy el lett szabva a dolog. Uh-huh. Hogy szépen fejezzem ki magam. Nagyon érdekes sztori még a csalásra, meg a szürke zónára, és így, de az is ez volt, mikor oda kerültem a Williamshez, ugye lement. Először vagy másodszor? Először. Lement a tréning, másodszorra hívtak. Fontos, hogy Zsolti kétszer volt a Williamsnél egy házas kitérővel, igen. Most nincs kiszem, hogy lesz harmadszor is egyébként. Meglátjuk, mit hoz a jövő. Egyébként szerettem ott dolgozni, nagyon jó a társaság. A srácok hiányoznak is nagyon. Még mindig ők vannak? Én is kerestem Rost. Rost gyakorlatilag szerintem ő Frank után ő lesz ott a legtovább. Tényleg? Tehát gyakorlatilag ő az a truckie, tehát a garázs technikus, akinek nagyobb rajongó tábora van, mint a pilótáknak. Tehát emberek jönnek ki a versenyekre úgy, igen. Hogy az ő arcképe van a pólójukon. Ne viccelj, tényleg? Igen. Hát magyar felesége van. Igen, volt. Volt? Volt. Ja, Istenem, ez is titok, erről nem írtál alá semmit. Nem írtam alá semmit. Ő volt az a srác, aki mikor oda mondta, hogy megyünk Magyarországra, és hogy majd így mondom, figyelj, annyit szeretnék kérni, mondom, nagyon új vagyok ebbe a dologban, mondom, nagyon még ne reklámozzuk, mert ugye nem szeretnék csalódást kelteni, hogyha valami mégse jön össze. Na, ehhez képest a szélső ember, aki szóda vett a Szabó Szilárd, meg azt hiszem, te is ott voltál, nem? Igen. Mondta, hogy, tudtátok, hogy mondanak egy magyar srác? Igen, Rossról azt kell tudni azok előtt, hogy nem ismerik, hogy ő a Williamsnél az a srác, aki alól simán kilopom a golfkocsit, hogyha éppen megy körbe a pályán. És az a poén, hogy ő vágja ám, hogy kilopott, csak hagyja. Abszolút, tehát egy nagyon vicces, szórakoztató srác, nagyon szeretem. És iszonyatosan segítőkész. Nekem nagyon-nagyon sokat segített. Nagyon. Igen? Meg néha, mikor úgy voltak, tehát úgy azért, néha azért szívsz. Uh-huh. Tehát néha van úgy, hogy a srácok hazamennek, te meg még ott fekszel az autó alatt még egész éjszaka, mert valami nem megy. Uh-huh. És ő nagyon sokszor jött, megrugdosta a lábamat a kocsi alatt, élsz még, hozzak egy kávét, mert ugye ők is általában sokáig meg éjszaka is ott vannak, váltott műszakban, hogy éjszaka is legyen ott ember, mert ugye a motormelegítő rendszereket éjszaka kapcsolgatni ezeket, tehát mert az sem úgy megy ám, hogy reggel oda megyünk, azt ebben röfetjük, hanem azt éjszaka, azt fűtögetni kell, meg keringetni a folyadékokat. Mindegy, elkanyarodtunk, amit mondani akartam, na igen, szürke zónáról, meg volt a tréning, első verseny, bementem, jött a főmérnökünk, és akkor mondta, hogy figyelj ide, van egy apró szabály, ha a kamerát látsz, akkor erre a telemetri oldalra kapcsolját. Ha jövünk mi. Hogyha bárhol kamerát látsz, akkor arra át kell kapcsolni, és ott egy ilyen végtelenített videó felvétel ment. Tényleg? Igen. Egy avi, ami megy körbe, hogy MP4. Hát igen, nem MP4 formátum, de a telemetria rendszerünk tud ilyet, hogy tudok játszani előző versenyekről, vagy előző körözésekről adatot, és akkor ott egy ilyen végtelenített barcelonai tesztkör ment. Hogyha bárki, hogy a kamera, hogy ne lássák a kamera, hogy hézi. És akkor ugye nézegettük a telemetriát, és akkor volt egy olyan telemetria oldalam a 42-ből, hogy Macbeth. És akkor mi ez? Tudod, és nem akarsz hülyét kérdezni, mert ugye igyekszik az ember nem mutatni, hogy izgul meg, hogy új a dologba. És akkor jött a főmérnököm, egy iszonyatosan jó feje, a mai napig nagyon jó viszonyban vagyunk, matematika professzor, a Michael Croft White, hihetetlen jó fej. És akkor mondom, Michael, gyere már egy kicsit. Azt mondom, mi van, mondom, figyelj, mondom, nem akarok izélni, de mi ez a Macbeth? Szóval Shakespeare. Hát mondom, jó, oké, azt vágom, de mondom, mi? Azt mondja, hát tudod, the one we shall not name. Akinek és nem mondjuk ki a nev. Igen, és akkor a telemetria oldala, annak a rendszernek a telemetria oldala az úgy volt elnevezve, hogy Macbeth, hogy még az esély, hogyha valaki meglátja, akkor se tudja azt, hogy az ott valami, az egy nagyon okos kis rendszer volt, később a szabályváltoztatások miatt nem használtuk tovább. Fűteni tudtuk a felnit.
elektromos árammal olyan durva hőt tudtunk generálni egy rendszeren keresztül, amivel lehetett fűteni a gumit belülről. Hoppá. Tehát a felnit, kvázi a felnit. Uh-huh. És előbb értéztek el a hatásfokot. Közben is tudtuk. És ez szabályos, csak kreatív? Akkor szabályos volt. Aztán valaki rájött, hogy ez van? Nem, hanem a szabályváltozások miatt a szabály megfogalmazás úgy jött ki, hogy már nem lehetett. És ugye akkor volt a trükkös szelepe a Ferrarinak, mivel tudtak levegőt kiengedni, illetve nitrogént kiengedni. Azt a mai napig nem fejtették meg egyébként, hogy tudják, hogy működött, csak senki nem tudja, hogy oldották meg. Aha. Tehát az, hogy mit csinált, azt tudják. Ugye nagyon sok ilyen rendszernél van az, hogy rájönnek azért nagyon hamar, hogy mi történik, csak hogy azt nem tudják kitalálni, hogy hogyan oldották meg, és olyankor óvnak. Hogy akkor aha, az FIA keresse meg. Ugye van egy ilyen gyanunk, hogy ezt csinálják, és akkor mondják az FIA-nak, hogy jó, akkor ti hozzáfértek az autóhoz, akkor keressétek meg, nézzétek meg ezt vagy azt. Úgyhogy nem egyszerű egy világ. Nem egyszerű egy világ, abszolút. Van egyébként olyan, hogy kijön egy új szabályozás, és akkor azt mondják neked, hogy na Zsolti, most átküldünk egy PDF-et, olvasd át 24-szer, és légy szíves, mondd meg, hogy van-e olyan pont, ahol te tudsz valamit ügyeskedni. Nincs. Ilyen nincs, mert nekem erre sose volt kapacitásom, tehát erre van emberben a gyárba. Tehát az én munkabeosztásom nem engedi meg azt, hogy én bármi ilyesmi. De egyébként nyitott az ajtó nekem, tehát hogyha bármi ötletem van, akkor azt nagyon szívesen fogadják. De nem nagyon, tehát persze agyalok én is dolgokon, meg átolvassa az ember, de én nem voltam benne abban a körben, akinek az a feladata, hogy a szabályelemzés. Külön van arra is több ember, csak a szabályokat elemzés nézegető, hogy mit lehetne. Mert nekem a feladatom mindig az volt, hogy az autó menjen. És a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa, az meg egész embert kíván. Tehát az egy brutális meló. Tehát mindenki azt hiszi, hogy viccelünk, mikor a 14 meg 16 órás napokról beszélünk. Ez nem. Tehát ez ugye hétfő, kedszerre, csütörtök, ott még nincs curfew, ott addig vagy, ameddig lehet. Kijárási tilalom. Igen, kijárási tilalom, ugye az péntek este. Péntek este van, így van. Fia, anélkül, hogy a zsebedben turkálnék, ha már munkaórákról beszéltünk, mennyire éri meg a Forma 1-ben dolgozni a te szinteden? Anyagilag nem. De ezt nem is lehet pénzért csinálni. Nézd, úgy mondanám, hogy a technikusi szinten a srácok meg az én keresetem az Angliában egy jó fizetésnek számít. Nem kiemelkedőnek, de egy jó fizetésnek. Nagyságrendet azért tudsz mondani? Tehát, hogy 100 000-eket magyar forintban, milliókat? Nem fogom átszámolni, de fontban a technikusi fizetések skálája hozzáértéstől és pozíciótól függően olyan 40, évi 40 ezertől 55 ezerig. És ez bruttó. Ez bruttó. Tehát igazából ez nem egy kiemelkedő fizetés. Ez egy jó fizetés, de nem egy kiemelkedő. Hát mint itthon mondjuk egy mérnöki fizetés, mondjuk egy ilyen nettó 500. Tehát olyasmi kategória megélhetés, hogyha azt nézed, hogy az élet színvonalat és a megélhetésedet, akkor egy ilyesmi kategória. De azért mondom, hogy ezt nem lehet pénzért csinálni, mert hogyha leülsz és kiszámolod az órákat, tehát ha kiszámolod az óradíjadat, hogy ezért a fizetésért hány órát tolsz bele, akkor gyakorlatilag az jön ki, hogy egy Tesco-s takarítón többet keres. Aha. Mert ha az óradíjat kiszámolod, akkor az jön ki. Tehát ez pénzért ezt nem lehet. Volt is nemrégiben egy cikk. Meg is lepődtem, hogy azt engedték lejönni egyébként. Nagyon örülök neki, hogy leadták, de meglepődtem, hogy ott nem szólt valaki közben. Miről szólt? Ugye az egyik szerelő leírta a tapasztalatait pont ezzel kapcsolatban, hogy oké, hogy 25 versenyt akartok, meg persze, meg minden szép, meg minden jó, de ezt nem lehet. És ugye a költségsapka, az most jöttek rá, tehát nagyon sok csapatvezető vakarja a fejét, hogy hogyan fogja kiállítani a csapatot, mert rengetegen ott hagyják. Mert egész egyszerűen rájöttek arra, hogy oké, költségsapka van, de viszont föl kéne venni extra embereket. Hogy ne legyen, meg nem lehet kifizetni nyilván. És ugye a pénzügyről meg szólnak, hogy jó, hát hogyha ennyi embert akartok fölvenni, akkor az ennyi meg ennyi lesz a fizetési kiadás, és akkor ezért... Úgyhogy ebből a szempontból a költségsapka nagyon kiszúrt most az emberekkel. Gyakorlatilag kimondták, hogy nagyon kevés csapatnál lesz forgás. Tehát, hogy A csapat, meg B csapat. Mármint, hogy ez nem lesz, megoldható. Anyagi szempontból nem, ezért az van, hogy srácok, meg kell csinálni. Ha nem csináljátok meg, ugye a HR azt mondja, hogy minden megkérjetek pozícióra, jön 10 000 jelentkezés.
és ezért azt mondják, hogy hát te nem csinálod meg, akkor majd lesz más. Jön 10 000 jelentkezés jön. Minden pozícióra? Tehát ide, jön. Amikor te bejutsz egy Form 1-es csapathoz, akkor a jéghegy csúcsán ül szépen. Én mikor először oda kerültem a Williamshez, nekem volt egy olyan érzésem, hogy nagy lesz ez a kabát. Hogy én azért ott nagyon éjszakákon át ízéltem, én nagyon ízéltem rajta, és kérdeztem az akkori főnökömet, hogy figyelj, biztos, hogy és mondta, jó lesz, te ne foglalkozzál, minden rendben lesz, mert az elején nagyon sokat szenvedtem. Tehát becsöppensz egy olyan közegbe, amiről semmit nem tudsz. Jó, persze tudod a motorsportos elektronikákat, meg, de ez teljesen más. És ugye mindent nagyon gyorsan kell megtanulni, de úgy, hogy a második napodon tőled már mindenki azt várja, hogy te mindent tudja. Ilyen tekintetben kegyetlen ez a munkakörnyezet? Tehát, hogy nincs helyed nincs, hibára. Nincs. Nem fogják azt mondani, hogy jaj, hát szegény még csak most kezdett. Uh-huh. Még nem tudod, mi az, hogy nem? Fogd meg. Uh-huh. És az elején azért volt bennem, de nagyon jó volt a viszony ugyanakkor, tehát a nagyon családias minden csapat, és mondtam, egyszer jött a hirdetünk egy pozíciót, és megjött a főnök, hogy figyelj, nem lehetne, mert nem szabályos, de ez az 50 önéletrajz van, szeretném, hogy elolvasd. És mondom neki, hogy de miért? Azt mondja, hogy végre tud megérts, hogy miért vettünk fel téged. Uh-huh. És mondta, hogy de úgy olvast, hogy ezt már a HR leválogatta. Tehát, hogy 5000 valamennyi jött be, és akkor ez már az az 50, ami volt. Tehát ezt már mind átolvasta legalább 3 ember mindet. És akkor ez a maradék. És miért választottak téged? A hozzáállás, meg a hozzáértés. Uh-huh. Tehát én azért előtte is csináltam dolgokat. Tehát mondjuk úgy, hogy azért le volt már téve a nevem az asztalra, csak más kategóriákban. Uh-huh. De egyébként nem lenyomoznak, hanem ez egy nagyon kicsi világ. Mindenki ismer mindenkit, és nekem az egyik volt Hyundai-os motormérnökömhez ment az info. Csak egy ilyen baráti, hogy összefutottak a reptéren, és mondta, hogy hello Karen, hogy figyelj, jön a Zsolti hozzánk dolgozni. És nem most kérdezik, hogy milyen iskolát végzett, vagy hogy mennyire ért hozzá, hogy jó srác? És mondta, hogy ja, persze, vele dolgoztam, a VRC-ből, és jó gyerek. Mm-hmm. Mert ugyanúgy vannak, hogy tanulni, mindenki megtanulja, aki meg akarja, viszont beilleszkedni meg nem mindenki tud. És az nagyon, tehát mikor össze vagy zárva 280 napot egy évbe emberekkel, ott nagyon fontos, hogy ott ne. Hát, hogy ne legyél. Nem tudom, hogy használtam-e a kifejezést, don't be a dick. Uh-huh. Ne legyél seggfej. Igen, ne legyél seggfej. Csapatjátékosnak kell lenni, és... Mert akkor fáj. És igazából én ott nyertem meg, egyébként utána elmondták a gumisrácok, hogy én ott nyertem meg a belépőmet, mikor kiküldtek alkatrészt szállítani, még a teszt csapatban voltam, és kiküldtek, bejött a Tim Newton, azt hiszem 8 napja dolgoztam a cégnél. És kérdezte, hogy hello, na, hogy megy, hogy érzed magad? Na, minden, ez egy rúzsaszín köd, nagyon jó. Mit csinálsz hétvégén? Hát mondom, nincs új programom. Azt mondom, jó, elmész Ausztráliába? Én is így kicsit ilyen. És akkor jó, mondtam, hogy de most ez komoly, hogy tényleg, mert akkor reggel menni kell a reptérre. És akkor vigyek a pótalkatrészt, meg aki a későn legyártott alkatrészeket. És akkor kimentem, átadtam, és mondtam a srácoknak, hogy na, akkor mi? És mondták, hogy hát itt van a belépőd, tiéd a hétvége, jössz, mész, hotel ki van, el van rendezve. Hát mondom, de hát mondom, én maradok. De mondjuk voltam, menjél vissza a hotelba, menjél a strandra, a beachre, majd gyere a versenyre. De mondom, nem, hát mondom, és akkor mondom, valamit, hadd segítsek. És akkor még a gumiknak a kerékanyákat takarítottam egész nap, meg újra zsíroztam, meg ilyesmiket, és segítettem a srácok, mert mondom, ha már itt vagy, ha már nem fogok úgy, hogy ti dolgoztok, én meg a hotelba a medence mellett, és akkor ott azt nagyon megköszönték. Tehát ezzel vetted meg őket, hogy csapatjátékos voltál már az első hétvégén is Melbourne-ben. Igen, ezzel lett meg a belépő, mert én későn jöttem le arra, hogy én rettenetesen elszúrtam a dolgokat ezzel az egész irányultsággal, mert én mindenhova mindig szerelőnek jelentkeztem. Minden a motorsportos karrieremben, és mindig az volt, hogy rájöttek félúton, hogy én elektromos, tehát hogy én autóvillamossági szerelő vagyok. És ez mindig az lett, hogy egy szerelőnek jelentkezti, de hát nem csinál ez az elektromosságot, mert valamiért az autóelektromos szakma egyszerűen hiány lett. Tehát én 97-ben végeztem, még egy osztály volt utánunk, és megszűnt. Az mi a pontos szerelő. Végzettséged? Autóelektromossági szerelő? 3-11-2 autóvillamossági szerelő. Ez a...
Tehát, egy házi Veselényi Miklósnak. Tehát, hogyha kiég a jobb első lámpám, akkor te odajöttél, és kicserélted a biztosítékot. Igen. Megmondtad, hogy itt a biztosítéktábla, és ezt kell csinálni. És ugye én nagyon sokat küzdöttem a bekerüléssel. Én 2010-ben mentem ki Angliába, 15 év végén lett meg a Forma 1. És egész egyszerűen azért, mert ugye még egy csapatban van 20-30 szerelő, elektromos csak kettő. És mi ilyen kihalásos alapon megyünk. Úgyhogy most is ez a parkolópálya, hogy várom, hogy valaki valahonnan kihaljon. Bármilyen morbidnak is hangzik ez. Persze nem szó szerint érteni, hanem hogy valaki azt mondja, hogy na jó, elég volt. Elég volt. És valaki azt mondja, amit te mondtál korábban másik csapatnál. Ugye? Hogy? Valaki ugyanazt mondja, amit te mondtál, amikor mondjuk eljöttél a háztól. Igen. Igen, hogy elég volt. Tudni kell azt, hogy akinek a helyére én mentem, tehát a közvetlen elektromos kollégáim azért mindig ők azért védik a pozíciót, tehát azért nagyon nehezen kaptam, nem voltam támogatva a tanulásba, fogalmazzunk úgy, és a barcelonai teszten az egyik srác iszonyatosan elkezdett tanítani. És mondtam neki, hogy mi történt. Hogy eddig úgy nem nagyon mondtátok, hogy és mindig egyedül szenvedtem össze, meg találtam ki, és mondta, hogy össze kell, hogy kapjunk téged, mert hogyha nem vagy kész a versenyzésre, a teszt végére, akkor nekem le kell tölteni a felmondási időmet. Mondta, hogy ő elment más szakákba dolgozni, de viszont az volt a megállapodás, hogy nagyon kéne mennie, nagyon hamar, és csak akkor mehet, hogyha engem minél hamarabb race ready-re. És akkor aztán egy biddet, tehát figyelj, mondom, egy évig hozzá se szóltatok, most meg két hét alatt mondom gyakorlatilag biddet, hát miért nem lehetett az elején? Tehát azért nagyon megvédik a pozíciót. Tehát azért figyelj, azért privilégium bekerülni. Mi az, amit a legjobban szeretsz a munkádban? Hú, most nagyon ki fogtok röhögni. Ezt épp tegnap beszélgettem egy Mercedes-es kollégával, hogy nagyon rossz az, mikor nem működik az autó, mikor valami elromlik, mint ez a telemetriás probléma a magyar futamon. De valahol mindezt várjuk. Hogy valami, hogy legyen, vagy elromoljon, megálljon. A lehető legrosszabbkor álljon meg. Mindezt belül, ez mindenki ezt várja, hogy mert akkor ott azt nem lehet leírni szavakkal, azt az adrenalin löketet, amit ez ad, hogy ott vagy kint a rajtrácson, nem indul az autó. És 11 perced van. És az egész világ ott van, és tehát az akkora egy brutális nyomás van rajtad, és mégis akkora adrenalin, hogy azt ott meg kell oldani. És ezek a pillanatok, amiket én a legjobban, mikor meg kell oldani. Mert utána úgy jössz le, mint egy hős. Jó, persze senki nem tudja, hogy te ott megoldottál valamit, érted? Mert senki nem fogja, meg nem mondjuk el senkinek, de úgy jössz le, hogy egy baseball garázsban is veregetik a válladat, hogy fú, de el is érzékenyültem egy kicsit most, hogy felidézve a dolgokat. Én biztos vagyok benne, hogy mindenki, aki a sajtóban dolgozik, az tud azonosulni ezzel. Yeah. Mert nem arra emlékszel, amikor nagyon kényelmes volt egy napod, és rutinból megcsináltál egy műsort, hanem arra emlékszel, amikor olyat kellett csinálni, amit korábban soha, olyan körülmények között, amit korábban soha, mert annyira sokkoló esemény volt. Most az én oldalamon beszélek mondjuk az Uber haláláról, és ami utána jött a sajtószobában. Tehát, hogy szakmailag a legmagasabb pontok sokszor emberileg, történelmileg a legmélyebb pillanatai a résznek, és valószínűleg nálad is ugyanez van. Meg nagyon meg tud törni, hogyha valami nem úgy működik, mert utána hetekig azon agy az, hogy mit kellett volna másként csinálni. Uh-huh. Vagy azért, figyelj, például a Grozsán balesete. Gyerekek, nem hiszem, én ott öregedtem 5 évet, én akkor azt mondtam, hogy ugye mi nem tudtuk, hogy mi van. Ugye piros zászló, én annyit láttam a monitorokon, hogy valami fölrobbant, és ugye láttad, hogy az nagy. Igen, nagy azért, robbanás volt. Tehát azért úgy bennünk benne volt, hogy ott valami nagyon nagy praj van. Tehát ez nem lehetne, ez nem lehetséges. És ugye annyit hallottam a rádió, ugye óriási rádiókavalkád, mert piros zászló, nekem olyan automatikusan mindent eldobsz, szeded elő, oda van készítve magad mellé a grid, a rajtrácsos telemetria, mert ugyanaz a szituáció, hogy nekem biztosítani kell, hogy az autó, mert nem látjuk, hogy mi van az autóval, tehát nem tudjuk, hogy biztonságos-e, ugye nincs hűtőventilátorod.
Tehát nem az van, hogy állott magába, és akkor az a szépen hűt mikor kell, hanem azt nekem kell rádión hívni, hogy akkor most ezt az oldalt hűtsétek, azt az oldalt hűtsétek, mert az se jó, hogyha túl van hűtve. Uh-huh. És ezért nekem minél hamarabb a telemetriát be kell indítani, meg hogy a mérnökök lássák, ugye a motormérnök, az őrszmérnök, hogy lássa a hőfokokat, nyomásokat, uh-huh. hogy nehogy baj legyen, mert ezek nagyon, nagyon a határon üzemelnek ezek az uh-huh. autók. Tehát ezek olyan hát hőfokon mennek, ami a normális autódon már régen a trélert kell hívni. Uh-huh. És ugye rohanunk ki, szó szerint rohansz az autóhoz, ugye mindenki, hogy a lehető leghamarabb ott legyél, és ugye én annyit hallottam, hogy a grozsán, meg hogy tehát azt az egy másodperces képet, hogy az mekkora robbanás volt, uh-huh. és bennem az volt, hogy meghalt. Uh-huh. És ugye én dolgoztam, én nagyon szerettem. Jó, vannak hibái, meg mindenki sokat köpködte, de szerintem nem olyan rossz, mint ahogy beállították. Körülmények nem jött. De hát soha nem jött neki össze, meg igen, voltak butaságai, meg elszúrt dolgai, de egy nagyon rendes srác. Uh-huh. Tehát vele dolgozni, mint kollega, egy nagyon-nagyon normális, rendes srác, és az volt bennem, hogy meghalt, és nem tudtuk, hogy mi van. Tehát én nem láttam, ugye a rádió nem fogod megkérdezni, mert ugye tőled nem azt várják, hogy te azon aggódj, hogy a másik csapattal mi van, hanem hogy a tiéd rendben legyen. És ugye ott álltunk kint, és ugye próbáltuk nézni a kivetítőt, de még oda se láttunk fel, mert a pit lane-ből, mert nem láttunk fel a kivetítőre. Uh-huh. És akkor annyit tudtam csinálni, hogy a WhatsAppon írtam az egyik nagyon jó barátomnak, te is ismered, a Mészáros Sanyinak, hogy, uh-huh. hogy Sanyi, mondd, hogy kiszállt. Uh-huh. És ő írta meg, hogy kiszállt, hogy ilyen. Uh-huh. De mi ott frankón abban voltunk egy 15 percen keresztül, hogy tehát ezt nem lehet túlélni. És az egy olyan... Este hazamentem, ugye beszéltem a párommal, ültem a hotelba, és azt mondtam, tehát egész egyszerűen, hogyha ő ott nem száll ki, akkor én másnap beadom a felmondásomat. Tehát, hogy azt nem bírtam volna elvinni, de szerintem nagyon sokan még ugyanígy, hogyha ő ott akkor nem éli túl, akkor ott másnap egy brutális felmondási hullám lett volna. Tehát én nem tudtam volna tovább csinálni például. Ha nekem bármelyik pilótám, ne fessük az ördögöt a falra, de balesetet szenvedne olyan szintűt, hogy esetleg elveszítsük, az nem tudnám tovább csinálni. Uh-huh. De beszéljünk vidám a dolgokról. Nem, bennem is felidéződött az a pillanat, és tényleg olyan érdekes, hogy amikor azt mondtad, hogy ez nem lehet, nekem is ez volt az első gondolatom, hogy egy Forma 1-es autó nem robbanhat így fel. Valami olyan dolognak kellett történni, ami teljesen elképzelhetetlen volt. Egyébként saját csapatban éltél meg te ilyet? Valaha nem. Nagy balesetet, igen. Melyiket? Nem számoltam egy időt, nem volt. Na de most Forma 1-es csapatról Forma beszélünk. Forma 1-ben igen volt. Volt azért a Felipével is, volt Grosjeannal, Magnussennel sokszor. Mondjuk velük, hál' Istennek, olyan nagy nem volt, míg én velük dolgoztam. De voltak azért balesetek. Meg hát ezt sosem tudod, mert ugye én nem látom, én csak azt látom, hogy a telemetrián röhögni fogtok, én hamarabb rájövök a telemetriából, hogy baj van, mint hogy a képernyőn lássam. Mert ott azért van egy késés, egy pár uh-huh. másodperc mindig. Uh-huh. És ez olyan, mint az EKG, mikor kisimul, akkor baj van. Uh-huh. Vagy hogyha nagyon... Akkor te úgy olvasod a telemetriát, mint a Matrixban a programozók. Hát hogy... grafikonokat nézem, vonalok mennek föl, le, számok mennek föl, és ugye egy normál körnek azért megvan a telemetriai képe, hogy egy sebességgörbe, hogy néz ki egy... Tehát azért az úgy megvan a kanyarokhoz, és az ránézel. Sőt, egy-két jellegzetes pályát a telemetriában megmondok neked, hogy na ez a pálya. Tényleg? Igen. Hát mert hogy annyit láttad már, hogy... Uh-huh. Tudod, itt fékez, ott gyorsít, igen, és akkor a sebesség, az autósebesség görbéből, és akkor ugye van itt még annyi szenzor van ezekben az autókban, gyorsulásmérők, három darab van csak az FIA-nak benne. Minden keréken van egy gyorsulásmérő. Tehát annyi adatot küld át nekem az autó, hogy néha el lehet benne veszni. Uh-huh. Soha nem felejtem el, mikor George Russell a Mercedes-en ment. Mondjuk akkor más miatt vesztünk el a telemetriába, de egész egyszerűen annyira a George-ra fókuszált mindenki, hogy úristen, hogy mit megy ez a gyerek ott most, hogy szegény éken hagyta az első szárnyat, és nem vettük észre a telemetriába, mert mindenki a George-ot nézte. Tényleg? Igen, és tudom, hogy ciki, és azért az egyén húztam meg a dolgot, mert nem nálam bukott ki a dolog, hanem a fővérnökömnél.
Ja, nincs első gumi, nézzük. És akkor ez úgy szóltak, hogy nincs első szárny az autó, jó, hogy nem látja, mert ugye abban van benne a gumi hőmérséklet szenzor. Ja, mert ugye az derült ki először, hogy nincs a guminak hőmérséklet szenzora. Ugye a gumimérnök szólt, hogy nézzetek már, hogy miért nem látom az első kerekeknek a gumi hőmérséklet. Közben mindenki George Russell-t nézte a mercibe. Mindenki. Az egész garázs, tehát szó szerint mindenki. Nézd, az egy akkora menet volt, hogy azt nem lehetett ott. Nem is szólt egyébként senki egy szót sem. Ja, igen. Utána elmondta, persze, kérdezték, mi ott mondtuk, hogy a gyerekek ne haragudjatok, az van, hogy... És mondtak, hogy ja, oké. Okay. És itt is szeretnék elnézést kérni szegény Jacktől. Mert igazán szóhattuk volna neki, hogy... Igen. Hogy jöjjön be, mert nincs szárnya. Igen. Fú, jó, hát vannak ilyen sztorik azért. De gondolom. Volt a másik nagyon nagy kedvencem, és itt most saját magamat fogom blamálni megint, mikor nagyon akarsz, vagy nagyon bizonyítani akarsz, és megy a telemetria, és így rádiózó, hogy gumi nyomás szenzor, és akkor nyugi, a gumi nyomás szenzor, az kihagyás volt, nyugi, nem mondom, azt mondja, jó, figyelj, azt, hogy most meg fogsz haragudni, mi történik a kerékcserénél a gumi nyomás szenzorokkal? És így, oké, bocsi, hogy csak annyira bele voltam fókuszálva, hogy ez az első versenyem volt, annyira bele voltam fókuszálva a telemetriába, hogy nehogy valami elkerülje a figyelmemet, hogy nem is, valahogy elfelejtettem, hogy jön be kerékcserére, hogy nem a versenyem voltam a szabad edzésen, és ugye én csak azt látom a telemetrián, hogy a guminyomás jelek, eltűnik. Uh-huh. És ugye... Utána oda jött a főmérnök, és mondta, hogy nyugi, nem te vagy az első, akivel megesett. Milyen ember George Russell, ha már szóba került? Nagyon kedves, nagyon szerény, nagyon önzetlen, szerintem nagyon érzelmes is, amit szegénynek le kell lesz vetkőznie. Nekem nem mond, nálam fakadt sírva a Hungaroringen, azt ment nagyot utána a világ sajtóban. Igen, nekem én akkor pont ugye úgy volt megbeszélve, hogy a testvéremnek volt születésnapja, amit egyébként ez az egyik hátulütője a Forma 1-es életnek, hogy tehát nem is tudom, mikor voltam utoljára a születésnapján, és ugye nagy szám, és meg volt beszélve, hogy majd a Georgia majd küldünk neki egy videózenetet. És ugye kimentem, de rám nézett messze, és mondta, hogy ne arra, hogy de nem tudok most. Mert egyszerűen képtelen arra, hogy mosolyogjon. Tehát annyira... De most várjál, ez a Mercedes-es napja volt? Nem, ez egy másik. Ez egy másik csalódást keltő nap volt szegénynek. Hát volt bőven. Ja, mert nálam örömében sírt idén. Tehát amikor megszerezte az első pontot, akkor a Hungaroringen... Hát ott mi is, azt bevallom, ott összeborulva írtunk hátul. Annyi szerencsénk volt, minket nem lát a kamera. Na majd oda megyek legközelebb. Most már tudom, hogy hova kell. De ott összeülelkezve ugráltunk. Fia, annyira kellett már az. Mert ugye az a baj ezzel, hogy mikor megy, akkor a pályán lévő, tehát mindenki külön, az a baj, hogy egybe veszik a pálya személyzetet, meg a gyárt. Uh-huh. Tehát egy átlag embernek ez az a csapat. De egyébként nem van az utazó, csak van a versenycsapat, meg van a gyár. És ez egy két külön dolog. És a versenycsapat tagjaként neked azzal kell dolgozni, amit kapsz. És nagyon sokszor van az, hogy a visszajelzést nem hajlandóak meghallani, vagy nem akarják meghallani, vagy nem úgy gondolják. És ezért annyit tudsz tenni pályán dolgozó alkalmazottként, hogy amit megkapsz, azt a lehető legjobban maximálisan összerakod 100%-ra, vagy 102%-ra, de egy autó csak annyira tud gyors lenni, amilyen gyorsnak tervezik. Tehát nem tudsz rajta segíteni, hogyha a konstrukció rossz. És ilyenkor neked nincs olyan erőt, hogy azt mondod, hogy a gyerek, ez nem működik. Hát javítsátok hát ki. Hát van, aztán vagy hallgatnak rád, vagy nem. Visszaírják, hogy nem működik, kedves Zsolt? Vagy azt, hogy nem mond meg nekem, hogy csináljam a munkámat, mert én 20 éve világbajnok voltam. Ja, értem. Ezért adtam ott először a Williams-et. Konkrétan ott egy olyan veszekedés volt az elektromos hőmérnökkel, hogy ahol ez is elhangzott, hogy nekem te nem mondd meg, mert én 20 éve nem tudom, hogy 6-szoros világbajnok voltam. Uh-huh. És mondtam, hogy 20 éve. Sok ilyen van egyébként? Sok bennragadt öreg van, aki van, még mindig most, a történet? Ugye most a Williams ezen megy keresztül, ez egy nagyon nehéz szülés, ugye ugyanezt láttuk a McLarennél.
Tehát a McLarennél szögre ugyanez a probléma volt, hogy tele volt olyan emberekkel, akik már nem akarnak versenyezni, csak jó pénz, formájban dolgozok, biztos a munkahelyem, biztos arra mennek rá, hogy biztosan az autó végig menjen, mert ugye, hogyha nem a top helyekért versenyzel, a másodlagos prioritás az F1-ben, az mindig a szponzoridő, hogy menjél végig. Tehát, hogyha nem pont, tehát ha nem győzelemért versenyzel, akkor a szponzoridő, hogy ne essen ki az autót, hogy a szponzornak meg legyen a tévéideje. Mert hogyha kétféleképpen lehet szponzort fogni, vagy nyersz, és mindig te vagy a képernyőn, vagy nem nyersz, de végigmész állandóan, tehát megbízhatóan mész. És ezért ugye azért születnek kompromisszumok. Hát ez egy ilyen ördögi spirál, sajnos ez a forma egy sajátossága, hogy egyszerűen annyira drága, hogy valahol muszáj kompromisszumot kötni. Te ezért hagytam ott először a Williams-et. Mert mondtam, hogy jó, most elég, tehát ezt nem vagyok hajlandó, tehát miért mindenki ugyanazt csinálja, tehát nem szégyen. Hogyha mindenki úgy csinálja, akkor valószínű, hogy jobb a mi megoldásunknál, amivel minden héten gond van, és amikor gond van, akkor mindig engem vettek elő, hogy már megint nem megy. Mert a pályaszírén a főmérnök, ő nem beszél a gyári elektromos részleggel, ott én képviselem az elektromos részleget, ott nekem kell oda tenni az arcomat, hogy már megint nem megy. Mondd már el ezt a konkrét problémát, mi volt? Mi nem működött? Hát ezt nehéz körülírni úgy, hogy gyakorlatilag ez egy jelátalakító, ami a egy keréken lévő összes szenzornak a jelét összegyűjti és átküldi az autónak a rendszerére. Uh-huh. És van egy ilyen átalakító egység, hogy ne 28 vezetéket kelljen ott behúzgálni, hanem csak kettőt. Hogyha esetleg, aki egy kicsit szakmáz, ez egy analóg tüken átalakító, amit gyakorlatilag heti szinten ilyen 6-8 darabot dobáltam a szemétbe, darabja 5000 font. Mert túlhevült, mert be volt rakva a féktárcsa mellé. 2 millió forint kb. És így szórtuk a szemétbe, mert állandóan túlmelegedett. És ugye minden más csapat, ugye az, tehát az elektromos részleg az nagyon, tehát ahogy mondtam, hogy nagyon kevés ember van, ezért viszont mindenki ismer mindenkit is, mi azért beszélgetünk, meg rendszeresen segítünk egymásnak. Tehát rendszeres az, hogy mi üzengetünk a McLarentől, jön nekem üzenet, vagy a hasztó, hogy nincs egy ilyened, mert pont kifagytam, vagy pont most erre nem voltam rá kész, mi rendszeresen, tehát ott azért megvannak is elektromos barter piacot hátunk. Tehát senki nem beszél róla, de azért megvan. Meg vittem én 18 bőröndöt a McLarennek annak idején, szerintem az a londoni taxis a mai napig szidja a kedves felmenőimet. Mi mit kellett csinálni? Vinni kellett első szárnyakat a Williamshez, és úgy voltak vele, hogy hát havár megyek, akkor a McLarentől szóltak, hogy nekik is kéne egy pár cuccot elvinni, és akkor kihoznák a reptérre, hogy akkor vigyem át, és ilyen 4 ilyen trolikocsival mentem olyan rogyásig megpakolva, és hívtak egy taxit, egy ilyen kis busz taxit, de ugye srácsa csak az reptérre kell menni. És akkor kínáltam a gyár udvaron, és akkor mellettem főstolcóval embernyi magasalapot, és akkor jó napot kívánok, hogy önrendelt a taxit, igen, engem kell vinni, és a csomagja van, és akkor hogy ez az, hogy ő azt hitte, hogy az csak ott le van rakva, tudod, és mondom, nem ezt kell vinni. És gyakorlatilag szétszaggattuk a tetőkárpitját szegénynek, és akkor mikor megkipakoltunk, és akkor megkértem, hogy nem segítenél bevinni a terminálba, és mondta, hogy nem. Érthető. Mondtam, hogy menjen vissza a céghez, és akkor majd ott szóljon, hogy valami közét, hogy fizessék ki a javítás, hogy valami. Szó szerint leszaggattuk a tetőkárpitot, ahogy gyömöszöltük be a izéket, a dobozokat. Szóval ez a betyárbecsület azért megvan a... És ugye azért tudod, hogy meg azért látod, tehát mi látjuk a többi autót. Tehát én, mikor gépátvétel van, én simán oda megyek nézelődni, oda is mehetek, meg hát beszélgetünk, tehát hello, mindenki ismer mindenkit. Van egy úgynevezett gentleman's agreement, hogy mindent megnézhetünk, de fotót nem készítünk. Uh-huh. Készülnek fotók, de ez egy ilyen gentleman's agreement, hogy nem, mert az olyan hülyén néz ki, hogyha én odaállok, és elkezdem fényképezni a Ferrarit. De van rá szakember, tehát ezért vannak a hivatalos fotósok. Neki viszont kiadom azt, hogy nekem kell egy fénykép a Ferrarinek a gumiszenzor megoldásáról, akkor azt megoldja nekem. Tehát nem fényképezünk. Lefényképezhetnénk, nem szólna senki érte, csak egyszerűbb elkérni. Nem szép dolog. És ugye látod, hogy van megoldva. És mondja, hogy gyerekem, minden csapat ezt csinál, mert miért nem? Mert hogy 20 évvel ezelőtt, 20 éve volt gyerekek, 20 éve, 600 fokon ment a féktár, most 1200 fokon, de könyörgöm, hát na, érted?
Figyelj, nagyon kíváncsi vagyok arra a véleményedre George Russell-el kapcsolatban, ami ahhoz a versenyhez köthető, ahol átült a Mercedesbe. Ugye mindenki mindig azt mondja, hogy csak azért ilyen erős Lewis Hamilton, mert a Mercedes a legjobb autó. Mennyire igaz ez? Mennyire igaz az, hogy ha bárkit beültetnél Lewis Hamilton Mercedesébe, akkor tényleg megnyerné? Mennyire volt óriási teljesítmény George Russell-től, vagy hogyha oda bárki beült volna ebből a mezőnyből, ugyanígy majdnem megnyerte volna azt a bahraini futamot? Nézd, elmondom azt, hogy mi az én véleményem erről. Sok embernek nem fog tetszeni. Arra kérem a kedves hallgatót, hogy ez az én véleményem. Ha tetszik, tetszik, ha nem, nem. Lewis Hamilton egy nagyon jó pilóta. De tény, megkerülhetetlen tény, hogy az autója évekkel előtte van a mezőnynek. Ezt nem lehet letagadni. Egész egyszerűen azért, mert a Forma egy pénzből működik. Több pénz, több ember, több kapacitás, több teszt, több lehetőség. Ezt már sokszor elmondtam, hogy míg a Mercedesnél 45 letből 40-et megvizsgálnak, addig egy kisebb csapatnál 45 letből kiválogatják a két legígéretesebbet, és letesztelnek egyet, vagy kettőt. Ebben érezni a büdzsé különbséget? Igen. Igen. Tehát a ráfordított idő, energia és pénz az, ami különbség, meg az emberanyag. És ezért ők ugye azért gyorsul, azért tud ilyet csinálni, hogy hirtelen fölgyorsul, mert van ott tartalék, csak nem fogják megmutatni, hogy mire képesek, mert hogyha megmutatják hirtelen, hogy hát tudunk mi még itt 2 másodpercet adni körönként, akkor mindenki elkezd gőzerővel fejleszteni, akkor tudják, akkor megváltozik a fejlesztési irány. Akkor nem azt fogja mondani a Honda motormérnöke, hogy hát a Mercedes 1 másodperccel gyorsabb, és akkor 1 másodpercet kell keresnünk, hanem akkor azt mondom, hogy akkor 2-vel gyorsabb, és akkor 3 másodpercet kell keresnünk. Uh-huh. És a Merci nem akarja. A Merci azt akarja, hogy ők találjanak 1 másodpercet. Amikor megtalálták, akkor mi megint oda tekerünk egy kicsit. Tehát magyarul George Russell nem volt annyira jó, csak beült abba az autóba. Folytassuk a dolgot. A George Russell annyira jó. Nagyon jó. Ugye azzal szembesülni kell a régi pilótáknak. A mai fiatal generációnak van egy nagyon nagy előnye. PlayStation. Nem fáj, hatodik. És azt látod a telemetriában, hogy ők később fékeznek. Tehát pilótaként beülsz, minden pilótában van egy biztonsági határ, hogy hol kell elkezdeni fékeznem. És az a határ, az nagyon messze van attól, amit az autó tud. Csak ugye ez arról szól, hogy mit hiszel az autódnak el. És ugye az nyer, aki ezt a határt minél jobban kitolja, mert a versenyeket nem az egyenesben nyerik, a versenyeket akkor nyarban nyerik. És ugye a PlayStation-ös gyakorlásnak, PlayStation-ön való felnövésnek van egy olyan hozadék, hogy meg a PC, a szimulátorozás. A szimulátorozás, a játék szimulátor. Nem fáj, hogyha túlfeszíted a fék távodat. És ezért bennük ez a limit, ez későbbre van eltevődve. Tehát ők merik egy kicsit jobban, mert hiszen sose az volt. Míg egy régi vágású pilótánál, hogyha ő elnézte a féktávot, akkor fájt. És igen, ezért van egy biztos, az ő biztonsági zónája sokkal nagyobb, mint egy szimulátoron felnőtt valakinek, akinek annyira nem fájt, ha benézte a féktávot. És ezért ők jobban odaengedik. Ugyanez egyszer mondta egy kommentátor a Verstappen esőbe, hogy hát, hogy olyan éveken megy, hogy senki nem jár, és hogy lehet így vezetni, és ezt mondta a végén, hogy hát kimegyek, mert ott látok. Most az, hogy benne van, hogy nekem nagyobb rizikó van abban, hogy meg fog csúszni, mint a kijárt nyomon menni esőben, ahol már az előtted lévő az egy kicsit kitolta a vizet, az persze benne van, de ott látok, gyorsabban tudok menni. Míg mögötte megyek, nem látok semmi más, csak az ő lámpáját, és akkor fékezek, mikor ő fog fékezni. Ha kiállok mellé a tiszta víz pályára, nagyobb az esélyem, hogy meg fog csúszni, viszont látom a kanyart, hogy hol fékezzek. És agyonverte a mezőnyt esőbe. És mindenkor mondta, hogy milyen öngyilkos vizével versenyez, hogy ott kimegy a nyomból, és külön nyomon megy, és mondta, hogy ott látok. Zseniális Verstappen? Szerintem igen. Annyira zseniális, amennyire gondolja mindenki? Nézd, van az a baj, hogy két irányból nézzük ezt a kérdést. Vannak a pilóták, akiket szeretek, meg vannak a jó pilóták. Tehát nem feltétlenül van az, hogy egy pilóta, akit én szeretek, az jó is. Uh-huh. Vagy akit én nem szeretek, az nem jó. Nem Verstappen a Mercibe, esélyesen lenne Lewisnak. Sajnálom, hogy ezt mondom, lenne esélye, sőt, pariba lenne vele egy év után, mikor rájönne, hogy itt most rá kell kapcsolni, mert egyébként. Tehát magyarul Verstappen teljesítette túl magát azzal, hogy nyert.
Igen, ott azért óriási, tehát ott, nézd, ott azért vállalni kell. Neki sokkal több kockázatot kell vállalnia. Mert erőből kell megnyerni azt, amit a Merci hoz a rutinból. Azt a köridőt, amit ők biztonságosan tudnak hozni, ott azt a Red Bullba azt mindig feszegetni kell a határokat, hogy az meglegyen. Volt konfliktusod pilótával? Nem. Nem, hát azért ez kis világ, ez kis család. Tehát ő azért, mikor ő beül az autóba, ő azért az életét oda teszi a kezünkbe. Most nem Verstappenről beszélek. Hát soha, egyikese. 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 És ki a kedvenced? George. George? George és Bottas. Tényleg? Igen. Bottas? Miért Bottas? Én vele kezdtem. Én Bottasszal kezdtem, ugye a Williamsnél, hát Bottasszal és Felipével, de ugye Bottasnak az autóján többet voltam. De kicsit olyan, mint én. Keveset beszél, de mikor megszólal, akkor azért annak van súlya. Tehát vagy mondod ezt egy egyórás beszélgetés. Jó, de hát tehát úgy, nem úgy, úgy hát a garázsban. Garázs, munka közben keveset beszélek, mert most ráérek beszélni, persze. Mert van, aki meghallgat. Abszolút. Tehát munka közben nem, mert egyrészt angolul, másrészt munka, amelyrészt nem érek rá. Mert hát egy beszélgetés műsor beszélgetni kell. Tehát azért jöttünk ide. De egyébként tudok sztorizni órákon keresztül. És ő egy ilyen nagyon visszafogott, nagyon normál, nagyon kedves. Meg nem mondanád, hogy nem egy tök átlagos srác. És nem is értem, hogy mi a fene történt vele. Mert benne több volt. Benne több volt. Valami eltört benne. Én azt érzem, hogy átkerült a Mercedes, és valami eltört benne. Nem tudom, valami eltűnt, ami benne volt, míg a Williamsnél volt. Nem. A Williamsnél mindig vidám volt, viccelődtünk, jött. És a Mercedesnél nem úgy nem tudom úgy. Nem lehet, hogy azzal, hogy a második számú pilóta lett, ezt felemésztette? Lehet. Nálatok is van egyes-kettes versenyző? Vagy azon a szinten nem? Hát mindig van. Csak a kérdés az, hogy ezt mennyire nyilvánosan kezeled. Tehát biztos vagyok benne, hogy van prioritás nálunk is. Itt látszik meg George Russell nagyszerűsége, amire azt mondtam, hogy letettem a fülöket, és azt mondom, hogy na ez igen, mikor bemondta, hogy prioritizom Niki. Uh-huh. Mikor volt egy olyan szituáció, szégyen rám nézve, de nem tudom megmondani, melyik verseny volt, mert azt hiszem pont egy tripla hétvégén volt, tehát már nem nagyon voltam képben. Emlékszem én is erre, de én sem tudom, melyik verseny volt. De volt egy ilyen szituáció, hogy igazából persze, hogyha mindent oda raknak, akkor talán föl tudott volna jönni vissza a George, és talán tudott volna, de látta azt, hogy a Niki van helyzetben, és mondta, hogy prioritize on him. Sőt, azt mondta, hogy compromise my race if you have to. Igen. Igen, emlékszem rá én is. És ez egy nagyon, nagyon erős belső tartásra van, hogy egy pilóta egy ilyet ki tud mondani. Neki meg kell keményedni egyébként. Igen? Nem elég vastag még a bőre? Hogyha most mondjuk a tavaly évelei George Russell, hogyha oda kerül a Hamilton mellé, akkor az cafatokra lesz szöggött, és meg lesz kajálva. Tehát mármint a George Russell. Igen. Tehát nagyon jó pilóta, biztos, hogy a pályán ott lesz, de kicsit meg kell keményedni. Egyik angol kiválja a másik angol szemét? Nem, ez nem nacionalista kérdés, ez verseny. Egyik versenyző kiválja a másik. Figyelj, tehát, és itt kell megragadnom az alkalmat, hogy a kedves barátaim tudálni. Tehát azért van nagyon sok barátom. Tehát nem tudsz úgy versenyezni, hogy ne legyen arra beállítva az agyat. Tehát mint én magam is, én rettenetesen kompetitív vagyok. És ezért, ebből nekem sok konfliktusom van, mert egész egyszerűen, tehát hogy mindenki lesz ide, ha nem akarod megnyerni. Uh-huh. És ugye a számítógépes játékon játszunk, én akkor is így viselkedem, hogy... Őrjöngsz, amikor kikapsz a FIFA-ban. Nem őrjöngök, de hogy miért nem tetszünk meg mindent. Uh-huh. Na, érted, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki belőle. Meg én minden tekintetben, tehát én rettenetesen kompetitív vagyok. Hol látod magad 5 év múlva? Melyik csapathoz szeretnél menni? A Red Bull az a csapat, ahova mindig is vágytam, ahova elindultam, hogy na majd én egyszer ott fogok dolgozni. Nem jött még össze, de egyébként ma már nincs. Ma már minden csapatban vannak nagyon jó barátaim. Egy világbajnokságot nagyon szeretnék megnyerni. Megfogsz? Én rajtam nem fog múlni. Az a baj, hogy az évek mennek. És ugye a Form 1-ről azt tudni kell, hogy tehát engem azért vittek helikopterek kórházba, de azért éjfélkor csörgött a telefon, hogy reggel jössz. Tehát ezt azért tudni kell, hogy nem akkor mész orvoshoz, amikor akarsz, hanem amikor visznek. Amikor már nincs más, csak az orvos.
és azért az évek múlnak, meg egy idő után azért család, ugye szerelmemmel eljegyeztük egymást, szeretnék esküvőt, tehát azért meg ezt nem tudod nagyon sokáig csinálni. Tehát azért ebbe elfogysz. Tehát ez megrág, a Forma 1 az megrág, széttép, tehát ez elfogyasztja az embereket. Ez az állandó menés, talponlevés, tehát egy évben 4-5 edzőcipő. Ez így kuka, mert hogy ezen elkopik. Tehát nem a biológiai korod az, ami gátolja ezt, hanem egyszerűen az életvitel. És az az, ami belimitálja, hogy meddig tudsz még világbajnok lenni ebben a sportban. Igen. Tehát nem tudod ezt 50-60 éves korban, ezt már nem tudod csinálni. Úgyhogy szeretnék, mindent meg is teszünk. Ugye ezért lett ez a történet is, hogy kiszálltam, azt mondtam, hogy jó, ez elég, mert ugye két opció van, vagy maradok, és akkor ez lesz. Esetleg 5-6 év múlva talán lesz esélyünk versenyeket nyerni. A Williamsről beszélünk, segíten. Igen, a Williamsről. Vagy megkockáztatjuk, és majd valami lesz. Úgyhogy most ez van. És ebben az évben nem leszel a Forma 1-ben, ugye? Még nincs lezárva, volt nagyon sok megkeresés, de bárhova, bármilyen pozícióra, nézd, hogyha akarnék, ott lehetnék Barcelonában. Tehát ha akarnék, most is van olyan ajánlatom, ami bármikor telefonálhatok, hogy megyek. Csak le kell vonni a következtetéseket, hogy nem érdemes. Csak azért, hogy még egy évet ott végig szenvedjek a 18. helyen, és nem jól mondom, nem végig szenvedni, hanem nagyon keményen végig. Tehát annyit nem ér annyi munkát beletenni, hogy a végén legyek, és ugyanakkor elzárja magam attól a lehetőségtől, hogyha valahol megüresedik egy hely, akkor tudjak menni azonnal. Mert ugye azt tudni kell, hogy itt a szerződéseid úgy vannak, hogy 6 hónap felmondási idő, plusz opcionálisan a csapatot kér, 6 hónapra leültethet gardening leave-re. 6 hónap felmondási időd van? Tehát ha bejelented most, hogy elmész, akkor még 6 hónapig ott dolgozol? Igen. Plusz kérheti azt, mondjuk utána nyúlhat a Williams, ha mondjuk elmegyek a Ferrarihoz dolgozni, akkor a Mercedes a Williamsen keresztül utána nyúlhat, hogy akkor még egy évig te még akkor üljél otthon. Tehát 6 plusz 6 hónap. Hogy ne tud elvinni a titkokat? Igen. Mi az, amiről nem beszélhet? Az, amit nem fogok most elmondani. Na de... Tudom, de hogy mi az a kategória, amiről nem beszélhetsz? Nem beszélhetek, most mondok egy példát, nem beszélhetek az új csatlakozásokról, nem beszélhetek az új kábeltípusokról. Semmi nem mondhatok, ami a... Tehát nagyon komoly tárgyalások előzték meg azt, hogy én el tudtam jönni így a Williams-től. Uh-huh. Hogy én most azért nekem vannak azért magánprojektjeim, hogy én bárhol máshol dolgozhatok. Az nagyon komoly tárgyalásoknak köszönhető. Ugyanakkor, mikor a haszhoz átmentem a Williams-től, ott is nagyon komoly tárgyalások folytak a háttérben, hogy ne nyúljon utánam a Williams. Csak ugye ők elkövették azt, hogy jó, hát a hasz, hát tűző, sehol nincsenek. Aztán hello. De mindig beköszöntem a box utcában, hogy van is egy ilyen mém egyébként, hogy ha szigorúan a statisztikát vesszük, akkor az a csapat, akit elhagyok, az mindig mély repülésbe kezd, és ahova csatlakozok, az mindig elindul fölfelé. Ugye így volt a Williamsnél, azért elég jól teljesítettünk, mikor eljöttem. Ugye a hasz nagyon nem volt, átmentem a hasz az elkezdett szárnyalni, ugye dobós helyezésekkel harcoltunk, és a Williams iszonyatosan lement. Majd mikor a haszt ott hagytam, akkor a hasz elkezdett lemenni, és ahogy átjöttem, a Williams elkezdett fölmenni. És lett egy ilyen mém, hogy vigyázni kell vele, hogy honnan jövök, meg hova megyek, mert azért van egy ilyen kiszámítható tendencia. Remélem ez most nem lesz igaz egyébként a Williamsre. Én nagyon szurkolok nekik. Ha van aki, akkor Jos Capito. Azt ott össze tudja hozni azt a projektet, de az még évek. Az egyértelmű, hogy a Red Bullhoz mennél leginkább, de van kedvenc csapatod, akit szívből szeretsz, és nincs köze a munkádhoz. Akinek a hangulata, a történelme. Red Bull. Minden Red Bull. Igen, hogyha kedvenc csapatom, az a Williams. És a Haas, akikkel dolgoztam, tehát nem tudod, de hogyha kivesszük a munkát, tehát hogyha Forma 1 rajongóként nézem, igen, vagy kívülállóként, akkor Red Bull. Hát akkor irány oda, Zsolti. Most melyik barátom veszítse el a munkáját? Én ketten vannak a Red Bullban, akik elektromosságot csinálnak, és mind a kettő nagyon jó személyes, jó barátom. Most pehéket hívjam fel, hogy te mondjál már föl. Sajnos ez nem így működik, ezt ki kell várni. És ugye azért van ez az egész, azért jött az ötlet,
hogy föl kell szabadítani, tehát szabaddá kell tennem magamot a piacon. Tehát én most jelenleg úgy dolgozok, hogy csak olyan projekteket írok alá, ahol egy hónapos felmondási időm van. Hogy pontosan azért, hogyha valahol üresedés van, akkor ez nagyon sokat nyom alatban, hogy tudok menni. Zárásképp adj tanácsot azoknak a tizenéveseknek, akik éppen most tanulnak mérnöknek és elektronikustoknak, autóvillamossági mérnöknek, és egyszer a Forma 1-ben szeretnének dolgozni. Merre menjenek? Mit csináljanak? Tudsz tanácsot adni? Tanuljanak mechanikát és szerelőnek. Sokkal, viccen kívül sokkal gyorsabban be lehet jutni mechanikus oldalon szerelőként, vagy mechanikai mérnökként. De aki mégis elektromos vonalon van, annak azt tudom mondani, hogy a gyerekek, legelőször is higgyétek el, hogy ez lehetséges. Itt vagyok rá az élő példa. Tehát szó szerint, tehát ahol még a madár se jár, tehát is vár, de a világ vége, illetve nem mert nekem a világ közepe a mai napig, de onnan lehetséges volt ezt megcsinálni. Tehát el kell hinni, hogy ez lehetséges. Tehát mindenki azt mondja, hogy jó, hát ez hülyeség, meg jön, ne álmodozzá, de igen, álmodozzá. Hogyha nem álmodozunk, akkor nem lesz felfedezve Amerika, akkor nem lesz repülés, nem lesz vonat, mert hogyha valaki nem álmodozik otthon valamiről, akkor semmi nem lesz. El kell hinni, hogy meg lehet csinálni. Nem lesz egyszerű, de meg lehet csinálni. Tehát ez a legeleje az, hogy elhidd. A második, amit tudok mindenkinek mondani, hogy indulj el. Indulj el abba az irányba, nem feltétlenül a Forma 1-be, indulj el Rally 2-be, ladákkal, versenycsapatokhoz menjél ki segíteni, hogy legyen rutin, mert nagyon sokan kijönnek a főiskoláról, meg az egyetemről, és nem, senki nem azt kérdezi, milyen papírod, meg hogy hol végeztél, hanem mit tudsz csinálni. És hogy te már, mikor oda fogsz kerülni, hogy végzel az egyetemen, vagy a suliba, és már van versenytapasztalatod, mert voltál már versenyen, az pontosan annyival több versenycsapat tapasztalat, mint aki még soha nem volt versenyen, de már valami. El kell kezdeni benne dolgozni. Szeretni kell, készüljetek fel, hogy nagyon sok áldozathozatallal jár, viszont nagyon. Ha valakinek megadatik az a dolog, amikor versenyt nyersz, legyen bármilyen verseny, tehát ha megnyersz egy versenyt, az a 10 év alatt, ha csak egyet fogsz megnyerni, vagy egy második hely, vagy egy harmadik, az a 10 évedet alá fogja írni. Tehát az egy olyan érzés, hogy ezt nem lehet elmondani. Azért kell elindulni, azért kell ezt csinálni, mert semmi más olyan munka nincs, illetve van, persze vannak más munkák is, de ez egy olyan munka, ahol minden héten meg vagy mérve. Tehát minden hétvégén a heti munkád, amit csináltál, az meg van mérve. És ezért ez egy nagyon brutális feszített tempó, de ugyanakkor nagyon rewarding, tehát nagyon jutalmazó közeg. Tehát az élmény, mikor csak úgy vége a versenynek, és gond nélkül lehoztátok, meg volt az összes kerékcsere probléma nélkül, és akkor ugye úgy vége a versenynek, úgy nem mond senki semmit, de úgy azért, ahogy egymásra néznek a srácok a garázsban, ahogy összenézünk, hogy na, jó munka volt, srácok. Hogy azt az érzés, azt nagyon kevés helyen lehet megkapni. Ez volt a Pedok Podcast, hamarosan jelentkezünk egy újabb epizóddal, egy újabb benfentessel, aki évek óta a Forma 1-ben dolgozik, és úgy látja ezt a sportot, ahogy csak azok láthatják, akik benne élnek. Addig vigyázzatok magatokra, sziasztok!